különböző nemzetiségek között, és amelyek hatásosabban biztosítják azok szabadságát. Ha a tényeket tekintem, úgy kénytelen vagyok kételkedni, hogy ez a törekvés eredményezte a kérdés így módon való megoldását. Mindenekelőtt a Magyarországtól elszakítandó 11 millió léleknek 35%-a magyar, amely 3,5 milliót jelent akkor is, ha a mi érdekeinkre legkedvezőtlenebb számítást vesszük is alapul. Elszakítanak még a békefeltételek körülbelül 1,25 millió németet, ami magyarság százalék számával együtt az egésznek 45%-át jelenti. Ezekre nézve a nemzetiségi elv ilyen alkalmazási módja nem előnyt, hanem a szenvedések sorát jelenteni. Ha feltesszük tehát, amitől távol állok, hogy a nemzetiségi elv alkalmazása a fennmaradó 55%-ra nézve előnyösebb állapotot teremtene, mint a történelmi Magyarországon, még mindig az elszakítandó népesség majdnem felére nézve ez az elv nem vonatkozhatik. Vagy ha vonatkozik, úgy fordított értelemben. Nézetem szerint pedig, ha elvekről van szó, úgy azokat egyenlő módon kell alkalmazni mindazokra, akiket a szerződés rendelkezései érintenek. Európában 1871 óta nem volt háború a nagyhatalmak között. A határok így már bő 4 évtizede állandóak voltak. A Balkánról viszont a török birodalom lassan kiszorult, és az újra létrejövő államok határai éppen ebben az időszakban folyamatosan változtak. A történelmi Magyarországra kirótt büntetés mértéke példátlan volt. Hazánkat a főbűnös Németország mellett szinte másodrendű vádlottként kezelték. Minket sújtott az egyetlen olyan retorzió, amely veszélyeztetni látszott egy teljes nemzet fennmaradását. Menjünk azonban tovább és tekintsük a Magyarország romjain megnevekedett államokat. Megállapíthatjuk, hogy faji szempontból ezek is éppen úgy, vagy talán még jobban részekre lesznek darabolva, mint az egykori Magyarország. Nem látom be, hogy a nemzetiségi elv, a nemzeti egység elve nyerne ezáltal a feldarabolás által. Egyetlen következménye volna ennek, amelyet bátor leszek megemlíteni, anélkül, hogy bárkivel szemben is támadó szándékom lenne. Csak egyszerűen megállapítani kívánom azt a tényt, hogy e következmény a nemzeti hegemóniának átruházása volna oly fajokra, amelyek jelenleg többnyire alacsonyabb kulturális fokon állanak. Apponyi az európai diplomáciai életben nem volt ismeretlen. A világháború előtt az Interparlamentáris Unió munkájában tevékenyen részt vállalt, a konferenciákon jelen volt. Szónoki képességével, nyelvtudásával és műveltségével jelentős hírnevet is szerzett. A franciák azonban a háború idején tanúsított német barátsága miatt érthetően nem tekintettek rá jó indulattal. Az általa ismertetett kulturális különbözőségekre való hivatkozás a háború előtti korszak nyelvezetében teljesen megszokott volt, így érthető, hogy az erre vonatkozó adatokat is érvként használta védőbeszédében. A magyarságnál az írni és olvasni tudók arányszáma megközelíti a 80%-ot. A magyarországi németeknél a 82%-ot. A románoknál a 33%-ot. A szerbeknél az 59,1%-et, majdnem a 60%-ot. Ha a felsőbb társadalmi osztályokat tekintjük és számításba vesszük azokat, akik gimnáziumot végeztek és letették azt a vizsgát, amely Franciaországban a bakkaloreátnak felel meg, úgy megállapíthatjuk, hogy a magyarok arányszáma azok között, akik így tanulmányokat végeztek, vagy az érettséginek megfelelő képzettséget értek el, 84%. Jól lehet, a magyarok az összes népességnek csak 54,5%-át teszik. A románok arányszáma az így tanulmányokat végzettek között 4%, pedig az egész népesség 16%-át alkotják. Ismétlem, ez a megjegyzésem nem bír senkivel szemben bántó éllel. Ennek a helyzetnek egyedüli oka, hogy ezek a szomszédos népek történelmük szerencsétlen eseményei folytán későbben léptek be a művelt népek családjába, mint mi. A tény azonban tagadhatatlan.
Nézetem szerint azonban a nemzeti hegemóniának egy alacsonyabb kulturális fokra való átruházása nem közömbös az emberiség nagy kulturális érdekei szempontjából. Ebben az irányban már most vannak bizonyítékaink. Szomszédaink, akik területünk egy részére törnek, már legalább egy éve hatalmukba kerítették azokat. A fegyverszüneti szerződés értelmében joguk lett volna ezeknek a területeknek katonai megszállására, de ők kisajátították a kormányzás egész gépezetét. Ennek látjuk már a következményeit. Külön okmányban fogjuk bemutatni, hogy ez alatt az egy év alatt mi nagy kulturális értékek romboltattak le. Hogy két egyetemünk, amelyek a kultúra legmagasabb fokán állanak, a kolozsvári, a magyar kultúra egyik régi székhelye, és az újabb keletű pozsonyi egyetem tönkretétettek. A tanárok elűzettek, és szeretném, ha megtudnák önök, hogy kiket ültettek helyükbe. Lehetetlen, hogy ezek az egyetemek és ezek a tanári karok, amelyeknek történelme a messze múltba visszanyúlik, és amelyek most megsemmisítettek, pótolhatók legyenek a megszálló nemzetek szellemi erőtartalékaiból. Ezek a nagy kulturális intézmények belátható időben nem pótolhatók. Hasonló a helyzet az egész közigazgatási gépezetnél és a tanítótestület mindegyik fokánál. Csupán a román megszállott területeken több mint 200 ezer gyermek az utcaporában nevelődik a tanítóhiány folytán, mivel a magyar tanítók kiutasítottak, és pótolni őket nem bírják. Azt hiszem, hogy az emberiség nagy érdekei szempontjából nem lehet sem közömbösen, sem megelégedettséggel szemlélni azt a körülményt, hogy a nemzeti hegemónia oly fajokra száll át, amelyek ha a legjobb reménységgel kecsegtetnek is a jövőre nézve, de ma még a kultúra alacsony fokán állanak. Láttuk már, hogy a szigor, amellyel Magyarországot sújtják, nem eredhet az ítélkezés tényéből. Láttuk, hogy a nemzetiségi elv sem nyerne ezáltal semmit. Talán akkor oly szándékkal állunk szemben, amely a népek szabadságának eszméjét követi? Úgy látszik, hogy ennek a szándéknak kiinduló pontja az a feltevés, amely szerint Magyarország idegen nyelvű lakosai szívesebben tartoznának oly államhoz, amelyben az államfenntartó elemet fajrokonaik alkotják, mint Magyarországhoz, ahol a magyar hegemónia érvényesül.